Szép estét kívánunk, kedves nézők, hölgyeim és uraim! Köszöntök mindenkit a képernyők előtt, unatkozni most sem fognak, visszatérő kedves vendégünk, Rosszik Zoltán múzeumigazgató. Igazgató úr, köszöntelek! Köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves tévénézőket! A tények szintjén leszögezem, hogy amikor a beszélgetés adásba kerül, akkor éppen zárul egy nagyszerű kezdeményezése a múzeumnak, nevezetesen az első világháborús nagy kiállításhoz kapcsolódóan egy előadás sorozat. Nem is az előadás sorozatról, mert azt majd a jó nép meg a szakma későbbiekben értékeli. Magát a kiállítást mennyire tudta látogatni a nagy érdemű közönség? Szerencsére sokan eljöttek, az ugye novemberben nyitottuk meg, Balog Tünde néprajzosunk jó volt, Tábor, ő hozta össze a kiállítást, ő találta ki, ő valósította meg a munkatársainkkal, Molnár Zoltánnal és a többiekkel együtt. Nagyon jó lett a kiállítás, sokan eljöttek, sok iskolás is eljött, múzeumpedagógiai órákat is tudtunk rá szervezni, az jó, mert tehát az így eljöttek, és nagyon jó ötlet volt ez a előadás sorozat, ami mellé lett szervezve, ugye, ahol te adtál elő, egyszer dr. Valestyán Balázs, és most dr. Mulitóris Pál fog pont a mai nap előadni 5 órától. Tehát ez valóban, talán Tündének, vagy másnak említettem, hogy akár későbbekben lehet majd ezt, mert újból így rohan az idő előre, mi meg fiatalodunk visszafele, tehát akár lehetne ebből egy későbbiekben egy második világháborús nagyobb. Persze, természetesen ez vételült. Előpályázati háttér birtokában, mert ugye ez nem két filléres dolog, tegyük hozzá sosem. Tehát ez tényleg nagyon örvendetes. És akkor még annyi megjegyzés ehhez, hogy nem véletlenül hoztam a legelejére, mert úgy tudom, hogy a napokban zártok is ezzel a kiállítással. Így van, tehát tulajdonképpen 25-én lesz maga az előadás, tehát 17 óra, és utána a 31-ével, tehát 30-ával a kiállítást most le is fogjuk bontani, tehát jövő hónapban már, vagy jövő héten már, jövő hónapban ez már nem tekinthető meg. Igen. A következőre már készülünk, már megtörténtek az előkészületek, ez teljesen más téma lesz, teljesen újszerű téma lesz. El is hoztam egyébként egy ilyen kis kiadványt. Majd rátérünk erre is. Rendben. Most akkor csak annyit tegyünk meg a közösség kedvét, hogy mindenkinek tudjuk ajánlani, hogyha ideje, energiája, kedve engedi, akkor még a hétvégén meg. Így van, és mindenképp érdemes, mert ez nem történelmi kiállítás, történelmi nyilvánvaló, hanem az emberek szemszögéből a személyes dolgokat mutatja be. Képeslapok, levelezőlapok, használati tárgyak révén, tehát mindenképp érdemes, akit érdekel. Országosan bejött ez a folyamat, hogy megfigyeltük, hogy ahol emberi sorsokat boncolgatnak a múlt tekintetében is, az sokkal népszerűbb. Igen, mert ugye nagy eseményeket már nagyjából mindenki ismeri, főleg a fő folyamatokat, a kisebbeket, ami ott lent történtek, ami egyébként sokszor meghatározó volt, mint a nagy döntések, meghatározták a nagy döntéseket. Igen. Szent Cézár is azt mondta, hogy a legapróbb dolgokból következnek be a legnagyobbak. Igen. Tehát ez mindenképp jelentős. Pontosan. Új szempontot mutat be. Így van. Amikor beszélgetünk, akkor jó fél nap telt el ahhoz képest, hogy második nagy műhely munkás értekezlete zajlott a Szarvas 300 nagy évfordulós újjátelepítési előkészületnek, tegnap a Cervinus Teátrumban. Szerencsés módon jóval többen jöttek el, mint az első találkozóra, és aztán mindenki megállapította Csasztal András direktor úr javallatára, hogy a továbbiakban a kis részterületek vagy résztvevői, illetve felelősei is majd külön-külön tartják a szakmai stáb rájuk vonatkozó részével a kapcsolatot, hiszen már a pilléreit az egész évforduló sorozatnak elmondtuk, az érintettek ismerik, aki ötletet akart hozni, de még szeretne továbbiakban, és ezt megteheti. Így van, tehát ugye ez egy elég nagy lélegzetű szervezést, rendezést igényel, hiszen mindenkinek megvannak itt is a kis mikrovilágok ebbe a egész szervezésben, mindenkinek vannak jó ötletei, több embernek vannak jó ötletei, több csoportnak vannak jó ötletei, civil szervezetek, egyházak,
magánszemélyek, intézmények részéről, és ezeket ugye a Szervünk Teátrum próbálja összeegyeztetni, hogy ne kelljen tényleg sokat rohangálni, igen, nagyjából egy időpontban legyen. A múzeum pedagógiához végtelen örültem, hogy tegnap sok olyan ötlet hangzott el, és már nem csak ötlet szintjén, hanem a kidolgozás szintjén, amely azt mutatja, hogy igenis az ifjúságnak, a gyerekeknek, diákoknak, kicsiknek és nagyoknak nagy tömegeit szeretnék megmozgatni. Na nem egyszerre nagy tömegképpen, hanem lásd, ez a városfoglaló, igen, játék. Túrajáték, ez nagyon jó, mind a két hasonló, részről, mind a két hasonló módon indultak el mind a ketten, az Aranykor, illetve Fürjeri. Gondoltak, ugye itt elhangzott tegnap Irma nénék nagy életmű filmje, én magam hozzáteszem gyorsan, hogy csak azért a gyorsítás kedvéért nem ötleteltem, hanem segítettem ott az ötletgazdáknak, hogy egyszerűbb, hogyha az egész filmet nem kell újból végigrágniuk, előveszik a Dobrotka Poli képeskönyvét, meg igen, a Alap Józsi bácsi képeskönyvét, abból 10 perc alatt ihaj olyan játékot lehet összeállítani, hogy de voltak más nagyszerű. Persze, több jó ötlet volt, tehát ezeket kell majd szépen összebaronálni, de nem lesz könnyű feladat nyilvánvalóan, hiszen mindenkinek a sajátja a legfontosabb, de össze lehet majd szerintem szépen úgy összeállítani, hogy mindenkinek jó legyen. Így van. Az is nagyon tanulságos, amit ott a végén feszegettünk ketten-hárman, hogy szarvason, hál' Istennek, az előző években is nyaranta pezseg nyüzsög a kulturális közélet, és nem is tudom, hogy András fogalmazta meg a vége fel talán, hogy lehet, hogy sokan majd ennek az évfordulós dolognak is a végén azt fogják mondani, hogy hát ez milyen nagy durranás volt, nem is volt olyan nagyon, de hozzá kell tegyük, hogy ugyanakkor a szintén jelenlévő Lázár Zsolt Esperes úr pedig azt mondta, hogy ő már országszerte nagyon sok évfordulós és hasonló témájú, tematikájú évfordulós ünnepség sorozaton vett részt, és hozzátette gyorsan, hogy ha a tervekből csak a nyárra tervezett része valósul meg, akkor kihúzhatjuk munkat. Így van. Biztos, hogy persze, így van. Tehát jó programok, jó ötletek születtek, tehát ezeket meg, igen, kell valósítani. Egyik másik nem is kerül olyan sok pénzbe, tehát ezek teljesen, igen, is, jó, hogy egyébként is látványosak. Tehát az a lényeg, hogy mindenki nem az, hogy bizonygatta, hanem tényszerűen korrekt módon közölte, hogy most erre vagy arra nagyobb pénzügyi hátteret ne várjunk a továbbiakban. Tehát így akkor most nagyon banálisan fogalmazva, gazdaságos, nem mondom ki, hogy milyen gazdaságos alapon áruházlánc nevén, tehát a viccet félretéve, tehát tényleg észszerűen, és ami nem kerül túl sok pénzbe, azért vannak itt ötletek, energiák, lehetőségek, hogy mégis azért ne forint fillér nélkül valósuljon meg, csak nem olyan grandiózus összegek akkor. Meg nem szükségszerűen grandiózusnak kell lenni az, hogy jó legyen, tehát. Pontosan. Én nem is az egész sorozatra, illetve jubilami év egészére gondolok most, amikor még maradunk ennél a témánál, hanem nézzük meg úgy nagy vonalakban, hogy a múzeumba mit terveztek nagyjából erre az évre. Illetve az év azon részéből, ami kifejezetten Hát az év azon részére ugye mi szeretnénk egy kiállítást létrehozni, Szarvas 300 címmel. Ugye Szarka József régészünk ötletéből indultunk ki gyakorlatilag. Neki volt ugye egy régészeti kiállításunk terve, igen, de megjelent egy Génius programban az NKA részéről egy időszaki kiállításokra meghirdetett pályázat, és akkor ebbe kapcsoltuk bele. Igen. Elég sok pénzre próbálunk pályázni. Ez egy másfél éves szakasz lenne egyébként, tehát ez a fő kiállítás mellett lenne még nagyon sok kisebb kiállítás, ami ehhez kapcsolódik. Igen. Bemutatnánk ugye a régész, tehát a Szarvas 300-ban, ami nagyjából másfél éves lesz, tehát június 23-tól 2023 december végéig tartana. Ugye itt a régészet korai időszaktól kezdve gyakorlatilag a végig követnénk Szarvas 300 igen, éves történelmét, igen, ami igen, tárgyakban felelhető, igen, nem túl sűrűn, de azért látványosan kiemelve a
fő elemeket. Elsősorban természetesen régészet lenne benne, nem csak régészettel természetesen, tehát többféle dolog szerepelne. Legutóbb Budapestről keresett meg egy úriember, akinek képeslapról, levelező lapjai vannak, illetve más ilyen használati tárgyakat gyűjtött, és nagyon jó dolgot ajánlott fel esetleg a kiállításra. Tehát még ezeket is fel tudjuk használni, és be tudjuk építeni. Kifejezetten szarvasi a gyűjtemény? Ja, nem, ezek a tárgyak, amiket fel lehet, szarvasihoz kötődőek, szarvasra kötődésűek. Igen. Tehát nyilván, ha kiemelnénk, hogy az első világháborút, 48-49-et, a második világháborút, tehát ezekre reflektálnánk, lenne egy előadássorozat hozzá. Igen. Ez részben kapcsolódna ugye a most megszervezendő előadássorozathoz, részben külön menne, tehát ez hosszabb ideig tartana, hiszen ez felőlelni másfél évet, illetve emellett ugye a mellék kisebb kiállítások is megjelennek, ahol szintén bemutatnánk a bronzkincset, amit találtak a múzeummal együttműködő fémkeresősök, lenne benne a gimnáziumnak egy esetleg egy történet kiállítása, tehát hogy évfordulós lesz a gimnázium, igen, is igen, hát említve is volt, hogy így van. Tehát nagyon több dolog kapcsolódna hozzá, lenne benne néprajz, régészet, tehát történet ezekben az időszakokban, tehát egy másfél évet ölel fel. Ugye csak két termünk van jelenleg a múzeumban, hiszen a kiállítása a kettő lett, de ezzel gyakorlatilag majdnem másfél évre be is tudjuk tölteni ezzel a kiállítás sorozattal. És ha szerencsénk van, akkor pályázatban valósítjuk meg, ha nem, akkor is megvalósítjuk, csak kisebb összeggel, de hasonló tartalommal, és nyilvánvaló olcsóbban tudjuk megvalósítani, de akkor is szeretnénk egy... Szerintem az anyag töménytalan, ami van. Eleve rendelkezésetekre. Így van, tehát az anyagunk megvan, csak a megfelelő módon kiállítsuk. Jelentős. Például kölcsön szeretnénk kérni vitrineket Békés Csabáról, nekik van pár fölösleg, tudnak adni valamennyik. Ha megvalósul a pályázat, akkor a kisebb kiállításokra, nem, akkor a nagyra is szeretnénk pár dolgot kölcsön kérni. Akkor persze nem lenne másfél évig kiállítva, de akkor is kiállítás egy hosszabb ideig tartana. Mindenképpen, és ez azért is örvendetes, mert nagyon sok olyan, most nevek és címeknek, hogy nagyon sok múzeumlátogató, akik korábban is sokat tették tiszteletüket a múzeumban, jelezték, hogy némi nemű hiányérzetük van az új hullámos vagy új stílusú mostani állandó kiállítással kapcsolatban, mert ugye ők másban jöttek, persze, én most nem ragozom tovább. Én azt hiszem, hogy ez a kettő, az állandó kiállításoknak a mostani, vagy kiállításoknak a mostani rendszere, és ezek az időszaki kiállítások, ezek nagyszerűen ki tudják majd egészíteni. Így van, tehát ez a lényege, illetve hát ugye a korábbi kiállítás azért más tematika szerint készült el, ez már inkább a mostani fiataloknak, őket is próbáljuk megszólítani, hiszen ez lényeges eleme a mai kultúrának is, hogy a fiatalok ne csak a telefont, vagy a telefont is felhasználva ismerkedjenek meg, sikeresebben tudjuk ezzel a módszerrel megvalósítani, amellett, hogy próbáljuk kielégíteni a hagyományosabb múzeumlátogatókat is, hiszen mindig visszatérünk, ez fontos. És ez jó is, hogy mindig visszatérünk az ifjúságnak a kérdéséhez, mert ugye mégiscsak a legfontosabb törekvés az, hogy továbbadjuk, hogy halatlan gazdag örökség. Azért gyűjtjük a tárgyakat, azért gyűjtjük a információkat, hogy tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek. Ugye ebben nagy szerepe van nálunk Horváth Mariannak, illetve a Balogh Tündének, tehát így négyen-öten úgy összeállunk, de a többiek is nyilvánvalóan ebben segítenek. Igen, igen, de hát ők a zászlóvivői. Így van, így van, igen. A témának, és tényleg nagyon fontos, és visszatérve a tegnapi megbeszélésre, nagyon jó volt, hogy az iskolák képviselői is ott voltak, nem csak a szlovák általános iskola, illetve a szlovák önkormányzat, többiek is itt voltak a fedélzeten, és mindnyájan erősítették ezt, hogy igen, megmozdítják a fiatalokat valamilyen szinten, visszakanyarodva ezekhez a játékotletekhez. Ez pedig jó, ha a fiatalok ilyen módon érdeklődnek a régmúlt vagy a közelmúlt eseményei
iránt, akkor ezen módszereket kell Igen, kihasználni így van, de és nagyon jó ötlet volt alkalmazni. például, azt hiszem, de Novis Petitől hangzott el, hogy mi lenne, hogy ilyen TikTok filmeket csinálnának, vagy Lázár Zsolti, nem tudom Pontosan, már melyik ötlete igen. volt, de ez nagyon jó ötlet szerintem az, hogy ne rajzverseny legyen esetleg, hanem Igen, ilyen bár Instagramos, némi TikTokos. humorral hozzátette, meg hát ez mondjuk a tényeket is Vedi Lázár Zsolt, hozzátette, hogy az ő idős gondozottja imádják Há a persze, persze, rajzokat, az két külön korosztály ugye természetesen. amikor bekerülnek akár a Benkából, akár a templom falai közül egy nagyobb lélegzetű rajzversenynek az alkotásai, akkor az idősek, öregek nagyon szívesen nézegetik hosszú ideig, mert lehet, hogy Igen. rokon gyerek, vagy Hát meg ismerős. fiatalság, meg Pontosan, unoka, pontosan. gyerekkor. De valóban ezek az új lehetőségek, a modern kor módszerei, azok megszívlelendők mindenképpen. Tehát nagyjából ezt tervezitek Így akkor. van, tehát ez egy ilyen még rugalmas van nálunk hozzá. Hát Tehát az képlékenyít, időpontok hogyan egyébként vegyesz. megvannak, többé-kevésbé Értem. próbáljuk úgy lefixálni őket, hogy ne kelljen később ez igazítani, de például előadásoknál még nem fixáltuk le pontosan, mikor legyen, mint hogy még ugye itt sincs lefixálva, hogy mikor lesz Nincs. a könyvtárba vagy a múzeumba. Pontosan. A könyvtárba is tökéletes helyet tudunk neki adni, tehát ez nagyon jó. Annál is inkább, mert ugye a múltkor én is elmondta az András, hogy tavaly, ha jól mondom, biztos ott volt az első, hogy tavaly augusztusban állt össze a csapatnak a java, és azóta is finomodtak az ötletek, de a Így van. pillérek Hát persze, kialakultak. először meg kell beszélni, hogy mit legyen a fő vonalak, fő csapásjelen, és ehhez tudunk még milyen kiegészítéseket adni. Igen, és ami az előadásokat illeti, ezért roppant szerencsés, hát hazabeszélek most irányatokba, miután egy intézmény is vagytok a városi könyvtárunkkal együtt, hogy nagyon szépen elosztható. Ami Így a van, múzeumba igen. passzol, adott kiállítás, amiket említettél, azt ott lehet megvalósítani, ami pedig inkább a könyvtári berkekbe Igen. esetlegesen, nem is témájánál, hanem a közönség Persze, meg a közönség, érdeklődésének. tehát a könyvtárat is Igen. ismerik, a múzeumot is, tehát ez mindenképp így teljesen jó, hogy szétosztjuk. Így van, tehát persze sok az átfedés, mert nagyon sok könyvtárrajongó jár ugyanúgy a múzeumban is fordítva, de ezzel együtt tényleg, hogy megosztva. És nekem még az végtelenül tetszett, hogy többek hozzászólásából kiderült, hogy valóban el lehet ezt osztani az év egészére, és nyugodtan be lehet kanalizálni azokat a ötleteket és rendezvényeket is ebbe a jubileumi szarvas 300 esztendő, ha 300-ba, ami, uram, bocsánat, most tegnap mondtak egy nagyszerű rendezvényt, ami országos lesz, ugye, hogy már március, aztán lehet szeptember, és így tovább, de akkor pontosan rímel arra, amit az előbb említettél ezzel a nagy készülő időszaki kiállítással. És roppant szerencsés, ezzel kapcsolatban, hogy Tatai Laci újfent ott volt, és elmondta, hogy milyen kiadványokkal igen, készülnek. Hát készülnek. Most azt sajnáltam, hogy most Mutya Tibor nem jött el, de a múltkor az nagyon jó volt, hogy eljött, és elmondta, hogy valóban kiadás alatt áll a Szarvasi Családnevek. Nagy lélegzetű mű, és hát ezzel is színesítik a programot. Tényleg nagyon-nagyon gazdag a kínálat. Na, akkor a közelebbről vett fókuszba állított Szarvas 300-on kívül azért pillancsunk bele a ezévi terveitekbe, hogy mi mindennel készültök Így még. Így van. Hát most készülünk egy ilyen, ez Békés Csabáról kértünk kölcsön, kapunk kölcsön egy kiállítást, a Mikrovilág csodái, ez természettudományos fotókiállítás lenne. Újvári Zsolt fotós készítette el a Munkácsy Mihály Múzeumban, Tváncsak Lára segített neki a természettudományi osztályról, hogy ezt meg tudják valósítani. Igen. Ezt kértük kölcsön, és ennek szeretnénk Nagyon jó majd egy tettem.
A tervénk szerint február 12-én lenne a megnyitója, Igen. utána... Ez az anyag jön akkor sejtéseim szerint az első világháború Így saját van, így van, ugye, hogy helyére. azt lebontjuk 31-én, meg tudtuk volna, meg tudnánk csinálni egyébként most, hogy a rögtön szombaton, de ezt inkább jobban szeretnénk reklámozni, és Hogy? ezért szeretnénk egy hosszabb lélegzetű, azért hagyunk ki gyakorlatilag 2 hetet, tehát Igen. hogy megfelelően meg tudjuk ismertetni a Csak a február érdeklődő. 12-én. Február 12 szombat a terve Az jó, egyelőre. kell egy kis levegő. Ugye most jobban ráállunk a Igen. reklámra, minél több Hogyne, látogatót pontosan. szeretnénk bevonzani. Ugye ez is szerintem a biológia órán, Pontosan. akár vagy környezetvédelem ismeret órán teljesen jól megismerhetető. Erre is szeretnénk előadásokat szervezni. Hakisokra, mostan naikosokra gondoltunk, főiskolásokra esetleg, akik tudnak ehhez a témához kapcsolódóan beszélni. A díszteremben Erdély Attila kiállítását szeretnénk bemutatni, hiszen erre korábban kaptunk egy jelentősebb adományt, és még ezt szeretnénk megvalósítani. És még van egy kicsi abból az aponásból. Így van, szerencsére megvan. Nagyjából még olyan 700-650 ezer forint összeg található meg belőle, illetve lesz még egy évforduló, gyakorlatilag a múzeum 70 éves, 70 éve kapta meg az első hivatalos engedélyét. Itt egy fotókiállítással szeretnénk majd bemutatni, nem csak a múzeumon, a város fejlődését is ez alatt a 70 év alatt, Bizony. Hiszen 1952. április 25-én kapta meg a múzeum, jól emlékszem, a hivatalos működési engedélyt, volt 1951-es és előzetesen, de ugye akkor a pandémia miatt akkor... Akkor még a Tesedik tanyán? Igen, onnan indul, de ugye az volt több helyen, Igen, aztán több helyen is. Volt. Igen. Ugye Palovi Józsi bácsi, Igen. dr. Palovi József, aki a múzeumot létrehozta, megvalósította, és áldozatos munkájával gyakorlatilag 90-es évekig működtette, utána jött dr. Juhász Szirén, tehát ő 67-68-tól dolgozott ugye a múzeumban, és 93-tól vagy 4-től lett ő az igazgató. Tehát egy hosszabb folyamat fogsz, lélegzetű lesz. A fotókiáltásod elsősorban inkább a város fejlődését, tehát fotókon egymás mellé mutatnánk be, van egy nagyon jó anyagunk erről, Igen. és amellé sikerült készítettünk segítséggel a mostani hasonló pozíciókból elkészített fotókat. Épületek vannak rajta, tehát hogy változtak azok, esetleg meg utcarészletek, akár magasról, ugye több templomról, hát vagy a mindig. Múzeum épületéről, és ezt szeretnénk megvalósítani. Illetve barokk tünde néprajzosunk készül egy kékfestő kiállításra, ez szintén egy nagy lélegzetű az. Lesz, hogy a kékfestők Szarvason elég jelentősek, ezt még Weberné Hanzó terész kezdte el kutatni, sőt, már előtte is volt kisebb kutatásokról, Slavinyi Sinkó Róza részéről, de Igen. terész nagyon sokat foglalkozott vele, Igen. és akkor most szeretnénk egy kiállítást, volt is már egyébként egy ehhez hasonló, de Igen. ez most más lenne, és akkor ugye ezzel készülnénk gyakorlatilag a 300-ra. Tehát lesz néprajz, régészet, fotókiállítás, festménykiállítás a múzeumban. Tehát így szeretnénk ezt így részben teljesíteni. Ugye ezek a kiállításokra most már többet szeretnénk a reklámra figyelmet fordítani, minél több szarvasit és turistát Igen. is be és tudunk hát vonzani, mindenképpen az említett illetve minőségben tudjuk Valami létrehozni. Valami Jóskovácsinak a munkássága, életműve önmagában is tiszteletre méltó, hogy mi mindent tett a múzeum, és hát az utódja is letette a négy jegyét. Így van, tehát erről is szeretnénk majd Igen. előadásokat létrehozni, reméljük összejön. Igen. Hogy ezek a tervek így, Igen, így hirtelen rövidtávon a múzeumnál. Ahogy a beszélgetésünk elején említettem, és csak a tények alapján ismertem, hogy az anyaga, a háttéranyag a raktáratokban, az káprázatosan gazdag, tehát jó gazda szemével Igen. lehet, hál' Istennek, rendszerezni és válogatni. És hogy említetted, az meg nagyon jó, hogy a jelenből is kölcsönöztek anyagokat, különösen ezzel a mikrovilág Igen. kiállítással, mert ebben biztos vagyok, hogy ez a fiatalokat, de idősebbeket is. Ez Persze, meg nagyon szép anyag, tehát nagyon jó fotók vannak benne, Igen. és kellemesen meg lehet ismerni, nagyon szép fotók révén a apró mikrovilági életét. Így van, így van. Tehát ez nagyon-nagyon értékes lesz ez a kiállítás is. És ha már kiállítás, meg közönség, beszéltünk az ifjúságról,
a tegnapi értekezlethez is visszatérve, egy kicsit meg reklámot is csinálva a múzeumnak ilyen irányban, elhangzott, hogy az a jó, hogyha a civil egyesületek, szerveződések folyamatosan nyomon követik, és bekapcsolódnak a Szarvas 300 egész folyamatába, akkor azt mondhatjuk, hogy jó példával jár Szarvasváros barátainak köre, mert hogy éppen nálatok fognak vendégeskedni. Igen. Február 5-én, jövő van, szombaton. Február 5-én, igen. Igen. Hát tartok nekik egy kisebb tálatfizetést, tehát egy olyan másfél, igen, két órás hát programsorozat lesz. Hát kis csevej, és mert még tényleg nagyon sokan nem láthatták az új kiállítást, meg a megújult múzeumnak az egészét, belső milliójét, tehát ez egy jó dolog, mert akkor biztos vagyok benne, nagyon jó ötlet volt a szervezők részéről, Bődi János részéről, hogy eljönnek hozzánk, hiszen egy plusz program, pontosan, plusz lehetőség erre. Így van, mert hoznak majd nyára is nagyon sok vendéget, tehát mindenkinek el fogják újságolni, hogy ezért érdemes a megújult múzeumot megcsodálni, megtekinteni az új kiállítást, és hát az épület egészét. Na, hát akkor nagyon röviden talán erről ennyit. Megnyugtatjuk a nézőket, ahogy korábbi beszélgetésekben is, akár Csaszlón Andrásékkal elhangzott beszélgetésekben is említettük, hogy továbbiakban, amikor új és érdemi fejlemények lesznek a Szarvas 300 ünnepség sorozat előkészítésével kapcsolatban bármely terület részül, akkor arról részletesen beszámolunk azonnal, akár egy stúdió beszélgetés. Még amiről nem beszéltünk, az Gávai Galsai Jenőnek a munkássága, igen, akiről szintén lesz majd előadás. Pontosan. Ugye őt egy nem szarvasi lökösházi... lökösházi? Ja, az Gál Jenő születése? Nem, aki az úriember, aki ide a kis... Ja, a kis István úr, nyugalmazott műszaki mérnök. Igen, hiszem, igen. Ő lökösházán. Igen, lökösházi úriember. Ő hívta fel a figyelmet a munkásságára. Ugye ő a trianoni békeszerződés után a határkijelölő bizottságban is dolgozott. Igen. És akkor több település úgy tudott itt maradni, hogy az ő segítségével is. Illetve pont, hogy Gávai Galsai Jenő írt egy Tesedikről egy kisebb monográfiát. Igen, ezt most fel is mutatom, mert nálam csak fővesztés terhe alatt van, aztán szolgáltatom vissza. Ez a belső borítója, nincsenek benne ábrák, egy 1918-as kiadású, a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelent meg, mert ez a pontosan, hogy is, Gávai Gál Jenő úr akadémikus volt, kiváló közgazdász, tagja volt a főrendi, vagy a felsőháznak magyarán, tehát országgyűlési képviselő, de talán államtitkár is volt, igen, egy időben, tehát nagyon-nagyon sokrétű volt a tevékenysége. Egy izgalmas, aztán kiderült, most a néző kedvéért elmesélem, hogy a Doni megemlékezés után, amikor hazaértem, akkor hívott fel az Esperes úr Lázár Zsolt, és vagy előtte, szóval a lényege, hogy elmondta, hogy van ez a Kis István féle munkásság, mert hogy nagyon nagy lelkes kutatója, igen, lökösházi lokálpatriótaként. Először én mindenkinek tisztelem a lelkesedését, de így ismeretlen, ugye először nem is értettem, hogy jó, hát mi itt vagyunk Szarvason, tudjuk, hol van lökösháza, meg voltunk is. Ugye még amikor körvonalozottak azon elképzelések, hogy a Corvus Cora Robert esetleg ide is fessen hozzá, vagy nálunk, vagy számunkra Szarvasra valami nagy alkotás, tehát magyarán tudjuk, hogy milyen helyzet lökösházán, de az ő munkássága, mármint a Kis István munkássága, az ismertem volt előttem, és rá néhány napra az Esperes úr Pestre utazott, és gyorsan egy konferencia beszélgetést körkapcsolásba létrehozott, így hármasba. És akkor a Kis István úr valóságos kincseket tárt elém. Akkor elmondta, hogy a Gávai Gál Jenő például 1846-ban az akkori puszta gerendáson született, akkor 11 éves korában személyesen látta a házuk előtt
elkocsizni Ferenc József császárt, ez is nagyon behatással volt az ő további életére többek között. És amit említette igazatúr az imént, hogy ugye Kis István úr először nekem úgy adta elő, hogy visszaszerezte a Lökösházát, meg az Elek térségét. Most érdemben, valóságban pedig az történt, hogy nem volt kőtáblába vésve, ugye a trianoni békeszerződésnek minden határpontja, mert hát... Hát csak az ugye, pontosan, hol húzódja a határ, ugye a határkerületi bizottságok ugye voltak kisebb egyeztetések. Ilyen, hová tartozom, pontosan, tehát egyik oldal akár a termőföldek akart, használata, stb. Vasútállomások minden, nagyon érzékeny pontok voltak. Na, a lényege, nem akarok akadémiai mélységekbe bocsátkozni, de egy a lényeg, hogy 22-ben az akkori román vezetés szemet vetett valóban a mai Lökösháza területére, amely hát akkor nem volt önálló község, csak 49-től önállósult, Elekhez tartozott, szóval arra a határrésze a mostani Elekváros területére, akkor Biharkeresztesre, Gesztre és Ártándra. Miután ennek a Gálienő úrnak Lökösházán voltak a felesége révén, meg családi örökösödések révén birtokai is, és ő maga is élt ebben a községben, lehet, hogy éppen akkor elekenél, de egy a lényeg, hogy tehát kapásból ismert ezeket a problémákat, és mint kiváló nemzetgazdász, közgazdász és politikus és jó hazafi, minden követ megmozgatott, hogy ne kerüljön román kézre, és az olyannyira jó sikerült, hogy több világnyelven beszélt. Leírják a korabeli krónikák, hogy egyedül japánul nem beszélt, de hogy miért említem a japán nyelvet, mert hogy 1922. februárjában, amikor egy vegyes bizottság ülést tartott Aradon ebben a nagyon kemény kérdéskörben, akkor volt japán résztvevője is az ülésnek, de angolul, franciául, németül, stb. De mindenkinek anyanyelvén el tudta, és miután tudós ember volt, rengeteg oklevéllel, akadémiai kutatási eredményekkel, stb. Uh-huh. Igazolta, hogy hát ezek az említett helységek és területük miért is tartoznak szervesen Magyarországhoz. Hát óriási egyezkedés, nem, hát majdnem ádázvita, de egy a lényeg, hogy megtörtént ez az aradi ülés, végül egy döntőbizottság 22. augusztusában Budapesten kimondta a végszót, magyarán ezek az említett települések maradhattak magyar kézen. De nagyon még a Gálienő történetéhez vagy életművéhez hozzátartozik, hogy tudós és politikus ember létére, és annak ellenére, hogy végtelenül szerény ember volt. Tehát ő ezzel nem dicsekedett, mondta, hogy ez neki hazapias kötelessége volt. Amikor elhalálozik 34-ben, akkor a Fiumei úti temetőbe búcsúztatják, ott van a sírja, ez valami 2003 vagy 2004 óta a Nemzeti Örökség Intézete, illetve az előd, amikor még nem volt önálló intézet, csak a Nemzeti Kegyeleti Bizottság működött, már akkor védetté nyilvánították, hál' Istennek a sírját, tehát a Nemzeti Panteonnak ilyen módon része. És ekkor jött a mi kapcsolódásunk, aztán majd elmondod, hogy te hogy kapcsolódtál hozzá, hogy a tesedik témával is foglalkozik a Kis István úr, és általam a szóknak. Igen, hát nem, engem is úgy keresett meg, hogy írt egy levelet, felhívott, és akkor beszélgettünk róla. Hát igen, mint kiderült, jóval korábban megkeresett. Igen. És akkor én is megkerestem a könyvét, ezt az egyet én is megtaláltam, tehát meg is írtam neki, hogy az egy könyvét találtuk meg. Ez azért volt most jó, hogy mondod, hogy egy könyvét, mert ő hármat emlegetett. Igen. Ami szerint ebben a témában van, de ugye nem találtuk meg a védett könyvtárban sem. Neki az a álláspontja, hogy Szarvasnak azért valamiféle
emléket kéne állítani, vagy meg kéne emlékeznie Gál Jenőre, ami részben jogos is, hiszen írt Eserikről is, de szerencsére Eserikről elég sokan írtak, tehát igen. Azt, hogy ő megemlíti a falu gondozása című művében, és köré fonja a témát, Tesserik munkásságát emeli ki elsősorban, hiszen, és illetve az, hogy Gál Jenő felismert, hogy viszont milyen fontos szerepet játszott itt a... Nagyon jó stílusban írta meg ezt a kis eszékötetét a Gál Jenő, és szó szerint lehúzza a vizes lepedőt a sokat említett Bockó Tesserik vita kapcsán, néhány Bockó Dánielről. Igen. Hogy nem túl jó vélekedéssel ír róla, mármint a lelkészi pályáját tekintve, de számunkra nem is ez a lényeg, mert Bockónak tudjuk már, hál' Istennek régóta hallatlan érdemei voltak ugyanakkor a gimnázium. Így van, pontosan, tehát ez a vita köztük részben a vezetésről szólt sajnos, igen. És a vagy-vagy helyett, ahelyett, hogy inkább is akartak volna. Igen, tehát, hogy igen. Vagy a gimnázium, vagy a szakiskola, igen. Alatt, hogy gimnázium és szakiskola is lett volna, lehet, hogy jobb, nem lett volna ez a konfliktus meg köztük, és mind a ketten azért... Verték a vasat a maguk szempontjából. Igen. Tehát Tesserik sem olyan megkeseredett lett volna élete végén, pontosan. Hogyha igen. Ezt a vitát nem így folytatják le. Igen. Tehát az emberi természet az... Az már csak ilyen. Az mindig megvan, igen. Na minden esetre azt megjegyeztem ott, amikor ugye kritizálta a lelkészi tevékenységét, az izgalmasan leírja, hogy megállapítja, hogy így írja, hogy lustaságánál fogva, mármint Bockó, képes volt 20 párt megesketni egyszerre. Hát, gondolom, hogy ez a nagy szenzáció számba mellett. Igen, igen, igen. Ezzel igen. Együtt ember szempontokból. Persze, akkor nem volt még szokás ez, hogy a másik pedig, ami nagyon tetszett, hogy emlékeztetett arra egyébként más krónikákból is ismerős története, hogy amikor Tesserik építette az iskoláját, ugye akkor Mária szobrokat hozatott az emeleti homlokzati részre, és akkor ezt el kellett távolítani, mert hát ugye a nagyon puritán evangélikus Tóth atyafér, azt mondták, hogy ezeknek a nem szobrokat lehetséges. Nem lehet. Tehát ez érdekes volt a korabeli hitvilág. Hozzáteszi a szerző, hogy aztán a torony aljába elhelyezte ezen szobrokat. Egyébként nem tudom, hogy mi lett a sorsuk. Igen, a sajnos ezek eltűntek, ezek meg, igen. Nem lehet nyomon követni. Mindenesetre egy nagyon tanulságos és szellemes kis olvasmány. Valóban megérdemli a természetesen a jelő, hogy másért nem hogy miért a sok, és ezen hazafias ténykedése, hogy tényleg eljárt és minden követ megmozgatott az említett települések Magyarországon maradása mellett, és el is érte, hát megérdemli azt, hogy ha máskor nem, akkor Trianon idején megemlékezzünk. Természetesen, mert meg szerintem egy előadásra lehet, hogy mindenki fel fogom kérni pontosan ehhez kapcsolódóan. Pontosan. Szaros 300-as évforduló kapcsán, így van, tehát így van. Tesserikről, Gál Jenőről, inkább Gál Jenőről igen, igen. Mesélni. És miután említettem az elményt, hogy nagyon szellemes ez az esszé, kifejezetten érdemes összehasonlítani egy másik én már a szarvasi születésű nagy Tesserik szakértő kutatóval, Hanzó Lajossal, mert ugye Hanzó Lajos tanár úr, a szarvasi füzetek, nem is tudom, hogy az első vagy a második számában a Tesserik kisebb művei mellett a megkerülhetetlen alapművet a falu és az iskola szabályozását, ugye az közzé teszi szó szerint, hát szenzációs az a tervezet, és tényleg érdemes megnézni, hogy akkor hogy vélekedett 1918-ban a Gál Jenő ugyanezen munkáról. Igen. Tényleg egy remek kis kötet. Úgyhogy ez tényleg egy jó lehetőség arra, hogy mint elfeledett Tesserik kutatót. Igen, érdemes őt is belevenni majd esetleg később a Tesserik monográfiákba, mindenképpen, megemlíteni, hogy akkor ő is írt róla, engem azért használta és jól használta pontosan. Fel.
azért lepett meg, mert akár a Penyigei munkásságát esetikre vonatkozóan, akár néha egy dr. Tóth Lajos, és onnan soroljunk tovább a Hanzó Lajoséval együtt, és számtalan más szerzőit ismertem. Ezt a könyvet, megmondom őszintén, nem ismertem eddigiekben, de élmény volt elolvasni. Igen. És hát most az Esperes úr abban is törje a fejét, hogy esetleg lehet, hogy reprintbe közzé teszik. Azt mondtam, hogy ez egy ragyogó ötlet, van ennek egy német nyelvű melléklete is, viszont akkor, hogy stílszerű legyek, megérne egy misét, hogy ezt lefordítsa egy jó fordító, mert igen, mindenki perfekt német. Még azt is megérné, hogy nem egy hosszú tanulmány, csak egy rövid ismertetőt a jeles szerző munkásságára beletenni mindenképpen. Ha más nem a fülszövegében, hogy ki is volt ez a Gálmai Kál Jenő, mert hát tényleg maradva még itt a Kis István munkásságánál, ő annyira beleakeseredett, hogy javasolta már sorolta nekem, hogy hol tett javaslatot, kereste a témával kapcsolatban Rafael Jernőt, aki ugye a nagy folyóiratot a Trianont is szerkesztette korábban, aztán és volt honvédelmi államtitkár, stb. Stb. Akkor kereste a megyei közgyűlést, az értéktár bizottságot is, de mondtam neki, hogy nem olyan egyszerű, tehát ez egy hosszabb folyamat, hiszen hál' Istennek annyi az érték, még a mi kis szerény megyénkben is, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Hát az egy más téma, maradva itt a Trianon témánál, önmagában is tényleg megérdemli, hogy az emlékét ilyen módon felelevenítsük. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm a meghívást. És akkor maradjunk abban, hogy a Szarvas 300-zal kapcsolatban, amikor nálatok lesz egy újabb és újabb előrelépés, vagy akár más kiállításokkal kapcsolatban, akkor folytatjuk a beszélgetésünket. Kedves nézők, maradjanak velünk, egy kis technikai szünet után még elmondom önöknek, hogy miről ír a Szarvas és Vidéke télap legfrissebb számában. Ahogy ígértem volt, a szünet előtt, kedves nézők, itt vagyok már is egy röpke gyors lapszemlével. A Szarvas és Vidéke heti lap címoldalán már is találunk izgalmas témákat. Január 28 és a 37. évfolyam 4. száma jegyzi ezen témákat. Dankó Béla megtekintette az épülő karatat, központot, átadták a megújult Béke utcát, két fontos közéleti téma, mindjárt, tehát itt az első oldalon. A beszélgetésbe említett holnapi könyvbemutató pontos meghívója, egy korábbi beszélgetésben említett témaként elmondom, hogy január 28-17 óra Városi Könyvtár, Pintér István, kik voltak felelősek az 1944. október 15-i fegyverszünet kudarcája című kis monográfiájának, tanulmány kötetének bemutatója. Tehát péntek 17 óra Városi Könyvtár, a jeles szerző dedikálja műveit kérésre a közönség soraiba. Nézzük a második oldalt. Közszolgálati érdekességek, orvosi és gyógyszertári ügyeletek. Néhány napja ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, egy szép színes tudósítás, Salka Zsuzsanna tanárnő tollából a Magyar Kultúra Napja a Vajdában címmel a harmadik oldalon, és még aktuális állás ajánlatokat is találnak ugyanezen oldalon. A múlt héten zajlott egy nagyon fontos városházi sajtótájékoztató három témában, az oltások, mármint a gyerekek körében bekövetkező
oltások helyzete, vagy időnői szolgálat utasítása, aztán a vízi közmű vagyon átadása és az ezévi költségvetés tervezetének első fordulós vitája. Ez szerepel tehát a múlt pénteki városházi sajtótájékoztatón, részletek a negyedik oldalon. A közéleti postában pedig 5 próba Párizsban, már Szarvason, és egy nagyszerű levél, amely levelet dr. Darida András SZUSE elnök, Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna, a SZUSE futó szakosztálya, a futó nagykövete írtak Babák Mihály polgármesternek. Az 5. oldalon Szarvasváros barátainak köre 2022. évi tervezett programjai, egyebek között is bőséges hírfolyam, és szintén egy kis közéleti posta, ha már baráti kör és említett programsor, akkor itt is emlékeztetőnek megismétlem, hogy jövő szombaton február 5-én 14 órakor a baráti kör az érdeklődőket és tagságát a Tessedik Sámuel Múzeumban invitálja egy nagyon kellemes múzeumi délutánra. Menjünk tovább. Zsada megtervezte a már bejelentett és megismertetett Szarvas 300 logó tervezeteit, láthatják több változatban is. Elhangzott a testület ülésen, illetve határozott született, hogy az A verziót fogadta el a testület január 20-i nyilvános ülésén. Egy nagyon fontos, aktuális téma a madárinfluenza. Ezzel kapcsolatban lakossági tájékoztató baromfi tartók figyelmébe, és azt is olvashatjuk a jó voltából, hogy biztonsággal fogyaszthatók a baromfi termékek. A 7. oldalon a szokott helyen jön a riasztás, balesetek, bűnesetek, tűzesetek témában. Aztán a Magyar Állam Kincstárhoz egy nagyon fontos önkormányzati fellebbező levél olvasható a 8-on, és egy kis hírfolyam is. Május 1-től indul a pszichiátriai betegek nappali ellátása, ahol Dózsa utcai óvoda épületében. Erről a 9. oldalon olvashatnak, ugyanitt többek között fontos közterületi intézkedésekről is értesülhetnek, meg arról is, hogy székelyesnek lenni jó, mert hogy milyen szakokon indul beiskolázás 2022-2023-ra vonatkozóan a Székelyben. Ezt megtudhatják, tehát a 9. oldalról is egy nagy pályázati kedvezményezeti összefoglaló a 10-en és a 11-en. Menjünk tovább. A beszélgetésekben és a testületi ülésen is sokat említett szentesi sportcsarnok leégéséről olvashatunk, méghozzá a szentesiek kérését, kérő levelét a támogatásokra. Hozzáteszem a lényeg lényegét, hogy Szarvasváros képviselő testülete további információk beérkezték a kérdést a január 20-i ülés napirendjéről levette, de ez nem jelenti azt, hogy valaki a szentesiek kérését, ha elolvassa és módjában áll támogatni őket megsegítés során, akkor tegye meg nyugodtan. Ezért is tettük közzé az ő kérésüket. Szintén egy nagy hírfolyam részt is találnak, meg komép munkálatokról is értesülhetnek. Szintén ugyanezen oldalon aztán jönnek az évfordulók és a horoszkópos összeállítás. A 14. oldal javában és jó rész már a sporté, mert közeledik a medence és sárkányhajó nyílt magyar bajnokság és magyar kupa 6. szarvasi medencés bajnoksága február 5-én a Szent Klára gyógyfürdő medencéjében, úgyhogy ennek a meghívóját itt a 14-en olvashatják, és egy kis kézilabda is, egy hián 20. öregfiúk emléktorna következik most szombaton,
január 29-én, és a torna teljes programját a Szarvas és Vidéke 14. oldalán olvashatják. Aztán egy nagyon üdítő tavaszi előzetes a hangya futásról, ezt már március 20-ára tervezik a szervezők, házigazdák. A 15. oldalon pedig bőséges mozi kínálat következik a szarvasi mozi vetítési rendjét találják itt. A 16-on pedig, ahogy megszokhatták, pihentető és szórakoztató keresztrejtmény, heti humor, a recepti rovatban pedig egy nagyon finom tepertős pogácsa recept olvasható. Ez volt a röpke kis lapszemlénkedős nézők, jó olvasást a Szarvas és Vidékéhez, a szokott helyeken, felvevő pontokon a Város heti lapját találják, csak úgy, mint online változatban, azért említem, hogy online változatban is, mert volt némi nemű fennakadás, de remélem, hogy a derék kollégák már intézkedtek és javították a rendszer hibáját, tehát újból újfent elérhető valóban onlineban is a Szarvas és Vidéke legfrissebb száma. Én ezzel együtt mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, akinek kedve, energiája, érdeklődése úgy kívánja és megteheti, azt szeretettel látjuk holnap 17 órától a Városi Könyvtárban Pintér István a történész könyvbemutatóján. Ezzel együtt pedig a továbbiakban nagyon szép, nyugodt, csendes baráti hétvégét kívánok mindazon színházrajongóknak, akik részt vesznek a szombati Jóka és Dísz bemutatón, Tamási Áron Énekesmadár című halhatatlan darabjának a Dísz bemutatóján, azoknak nagyon jó szórakozás, mert mint ismeretes Szarvasváros lesz annak a szombat estének a Dísz vendége. A Szóban forgóval pedig a szokott időben hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra.